kedves kollégák és kedves barátaim! Hadd fejezem ki a hálámat ezért a lehetőségért, hogy önökkel lehetek egy ilyen webinár útján, még ha nem is személyesen ebben a kicsi szerencsétlen évben. Szeretném kifejezni a hálámat Péter Borbi professzor úr irányába, hogy virtuálisan részt vehetek ezen a találkozón itt a magyar fogorvosok és fogszabályzók javára. Emese, feles, Emese, nevű feleségem együtt, mint láthatják a névből magyar származása feleségem. Szeretnék beszélni a felnőtt fogazat fogszabályzó ellátásáról. De ezelőtt hat küldjem el a kedves üdvözletemet Róma városából, ahol dolgozunk. Mindketten fogszabályozó orvosok vagyunk, és Róma központjában van egy szép praxisunk. Ilyenkor a szkelettel is elhorgonyzás az egy nagyszerű eszköz a fogszabályozó számára. Tehát Patricia esetében ugye a protruziót szeretük volna csökkenteni, és ilyenkor, amikor, amikor a diszteres régióból távolítunk el fogakat, akkor hova, hol legyen Uh, disztelisan elhorgonyzás. Nincsen egészen egyszerűen elég fog disztelisan, és ezért meg kell erősíteni az elhorgonyzást. De manapság ez könnyű, mert megvannak hozzá az eszközök. Az kellett elhorgonyzás lehetősége nagyon sok mindent megváltoztatott a, a fogszabályzásban, mert um, sokkal individuálisabban meg tudjuk tervezni a fogak mozgatását. És ezért, hogyha bizonyos fogak pozícióját szeretnénk megőrizni, és csak más fogcsoportokat mozgatni, akkor az kellett el egy nagyszerű eszköz. Ezért szegmentális technikával dolgoztunk, mikroimplantátumokat használva, azokat behelyezve az ötösök hatosok közé. Retraháltuk szegmens, szegmentális mechanikával, és így csökkentettük az overjet-et. Az alsó fogiben egy kicsikét nehezebb volt a helyzet, ugyanis ott tíz fognak a szegmensét kellett retrahálni, ezért az alsó foghívvány az extrakciós rész gyógyulása után, öm, itt is a kortikális ö, csontban helyeztünk mikroimplantátumokat, amely egy nagyon megbízható terület a, hm, a behelyezésére. Ezek közel vertikálisan kerültek behelyezésre, és csökkentettük az overjetet, az overbite-ot, anélkül, hogy a, ö, az alsó meg, meglévő molárisokat hagytuk volna mezializálódni. Így nézett ki a kezelés az exekciók után, illetve a részárás után. És két év kezelés után pedig a, ez a végső ö, okluzió. okklúzió. Láthatunk valami nagyon érdekeset, mert ezen a két fotón az a felső és az első fogívon van már ö, ugye, négy bölcsesség fog. Aztán készült egy kis kompozit restauráció esztétikai szempontból. De úgy gondoljuk, ami a legfontosabb volt a, a, a sikerben, az az, hogy